10 pontos előnnyel zsinórban 20 mérkőzésen diadalmaskodva végzett az NB3 Tisza csoportjának élén a Várdese. Révész Attila együttese így az NB2 rajtjára készülhetne, azonban az infrastruktúrális háttér hiányosságai miatt a csapatnak máshol kellett volna lejátszani a hazai meccseit, ezért a vezetők úgy döntöttek, hogy maradnak a harmadosztályban. Az edzések az elmúlt hét elején kezdődtek el, jelentős változás eddig nem volt és nem is várható a játékos keretben. Egy játékosunk távozott a felkészülés elején, ez a Karu Bálint volt, illetve most a felkészülés közben távozott a Deme Béla, egy fiatal szlovák játékos, ő hazament Szlovákiába. Két játékossal bővült a keretünk, a Miskolci Laci jött át, aki korábban ugye több élvonalbeli meccsen is játszott Nyíregyházán Kemecséről, és a Farkas Marci, aki szintén tavaly a Spartakuszban futballozott, keretszűkítés miatt onnan most kikerült. Nekünk a középpályára szükségünk volt váltásra, illetve egy olyan játékosra, aki versenyhelyzetet teremt, ezért le is csaptunk rá. A keretünk még nem véges, bizony benne, hogy még egy támadó ott a távozó Deme Béla helyére a következő időszakban még sikerül találnunk. Bár a kisvárdai csapat a bajnokságban sorozatban 20 győzelmet aratott, a szakvezető biztos abban, hogy nehezebb dolguk lesz, mint az elmúlt szezonban. Egyrészt, mert mindenki ellenünk fog készülni, másrészt egy picit talán a játékosok is jól lakottabbakká váltak, megelégedettebbek, ezáltal lehetséges, hogy nehezebben fognak fölpörögni meccseken. Én bízom benne, hogy a motiváció az meg lesz, legalábbis ez nekem nagyon nagy feladat, hogy hogyan fogom tudni a játékosokat motiválni egy ilyen sikeres sorozat után. A Várdese az augusztus 18-ai bajnoki rajtig erős ellenfelekkel szemben igyekszik formába lendülni. A hétvégén Baktól-Orántházán a Fenyves kupán, egy héttel később Nyírbátorban az olimpiai kupán szerepelnek Baginék, aki az első forduló előtt augusztus 11-én a Magyar Kupa országos főtáblájának első fordulójában is pályára lépnek.